Akapellárt énekegyüttes 2013 májusában alakult. Ez igazából úgy alakult, hogy mi, akik a tagjai vagyunk, mi mindannyian a Kodály Zoltán Általános Iskolába jártunk, és ennek következtében mindannyian kórusokban énekeltünk. Tehát ismertük egymást már régebről, illetve különböző formációkban már énekeltünk együtt, ketten, hárman. És akkor 2013-ban jött egy ilyen ötlet, hogy akkor így egy kicsit egyesítenénk erőinket, és összeállnánk egy ilyen hattagú fiúkamara kórussá. Mennyire a foglalkozásuk a zene? Igazából az egyik tagunk, ő énekzenekarvezetést végzett, tehát neki úgymond hivatása is az ének és a zene, de igazából mindannyian más területről érkezünk, ezért inkább ez elsősorban hobbiként működik nálunk, nem főállású hivatásként. Hogyan állítják össze a repertoárt? Mennyire gazdag a zeneirodalom ebben a műfajban? A zeneirodalom meglehetősen gazdag az a cappella, ugye a hangszeres kíséret nélküli műveket tekintve. Az egyik legnagyobb tárháza talán a reneszánsz muzsika rendelkezik. A romantikus kor az egy speciálisabb kor, hiszen ott inkább a nagy zenekarokra, nagy kórusokra írtak műveket, de azért onnan is van lehetőségünk meríteni. Illetve hát a modern korban ugye a kórus muzsika, főleg Magyarországon ugye Kodály örökén kiváló kórus muzsika épült fel, és ezért így a 20. századból is tudunk meríteni. Milyen gyakran van alkalmuk koncertezni, és merre felé jártak már? Mindig úgy alakul, hogy mikor hova hívnak meg bennünket. Szerencsére már volt lehetőségünk külföldön is koncertezni, illetve a közeljövőben szintén fogunk menni külföldre, Ukrajnába. Általában a jellemző az, hogy itt Magyarországon, Nyíregyházán is környékén, de volt már Budapesten is koncertünk, tehát itt a belföldön több koncertünk van. Hasonló együttesek, énekegyüttesek Magyarországon, vagy akár Európában is, mint az önöké? Ez a fajta, mondjuk 6 férfiból álló férfi kamara kórus, én úgy tudom, hogy nem példa nélküli, de kevésbé elterjedt. Ugye, hát az egyik leghíresebb képviselőjük a
Egyesült Királyságban a King Singers, ugye mi is egyfajta példaképünknek tekintjük őket. Természetesen vannak még Európában más ilyen együttesek, de kevésbé jellemző az, hogy csak férfiakból áll. Esetleg jellemző az, hogy önök is átdolgoznak erre a műfajra zeneszámokat? Igen, tulajdonképpen valahol óhatatlan. Azt hiszem, hogy a közönség ma már egy kicsit igényli azt, hogy persze megmutatjuk azt, hogy milyen az, amikor olyan igazán komoly zenét adunk elő, de természetesen nagyon szeretik azt, amikor valami fajta könnyedebb műfajba váltunk át, és ahhoz szükség van arra, hogy bizonyos zeneszámokat átírjunk énekhangokra. Ezt van, amikor barátaink, ismerőseink teszik meg, vagy már megtették mások, de olyan is van, amikor például mi magunk vesszük a bátorságot, és egy-egy művet átültetünk énekhangokra. Versenyeken mennyire jellemző, hogy részt vesznek? Éppen most lesz egy megmérettetésünk áprilisban, a szlovéniai Mariborban, ami a egyik legnagyobb európai kórusverseny sorozatnak a színhelye. Oda nagyon nagy elánnal készülünk, nagyon szeretnénk megmutatni magunkat, reméljük, hogy jól is fog sikerülni.